írtok ebben a videóban, azt szeretném bemutatni, hogyan tudtok statikus átmeneteket létrehozni DaVinci Resolve-ba. Előre bekészítettem a videókat. Behúzok két rövid videót timeline-ra. Behúztam két videót, majd beállítom egyforma hosszúságúra őket. Én most 5 percre fogom beállítani mind a kettőt, 5 másodpercre fogom beállítani mind a két videót, mind a kettő 5 másodperc hosszúságú lesz. Ezt úgy tudom megtenni, kijelölöm mind a kettőt, jobb gombbal rákattintok, Ctrl D-re, és ott lesznek előre beállított pontok 1 másodperctől 15 másodpercig. Ezzel megvagyunk, ráhozom az effekteket, amit szeretnék szerkeszteni. Én kettőt töltöttem le, kettőt fogok behúzni. Azt is, hogy behúztam a timeline-ra, mind a kettőt, beálltam 1 másodperc hosszúságúra, és utána fogom őket szerkeszteni. Beállítottam 1 másodperc hosszúságú őket, és most oda teszem, ahova az átmenetet szeretném szerkeszteni. Ezzel meg vagyunk, ahogy láthatjuk, a felső statikus menetet, azt elfordítom 90 fokba. Mert hogy bal oldalra szeretném kitenni. Ezzel meg vagyunk. Akkor beállítjuk. Az átláthatóságot, ezt úgy tudjuk megtenni. Kijelöljük ki. Jelöljük, amelyeket szeretném beállítani, bemegyünk az inspektorba, az inspektoron belül a composite módot választjuk, azt lenyitva az add módra kattintunk, és így átlátható lesz. Az átmenetünk, ugyanezt megcsináljuk a másikkal is, inspektor, composite mód, átláthatóság, és az opacity-t levesszük, annyira-mennyire szeretnénk. Így nagyjából készen is vagyunk, még apró finom változtatást lehet rajta végezni, amennyiben szeretnénk. Amíg annyit akarok megtenni, mind a két szélét behúzom, 5-5 kockával, jobban mondva, 5-5 kép kockával. Ezzel is meg vagyunk. Úgy néz ki. Az átmenetünk. Természetesen
Még valaki szeretne rajta variálni, finomítgatni, lehet nagyon sok lehetőség van. Én röviden ennyit szerettem volna megmutatni. Remélem tetszett a videó. Ha igen, dobjatok egy lájkot. Sziasztok, találkozunk legközelebb.